Sziasztok! Nézzük akkor 2023-at talán a két legérdekesebb aspektusból, ami szerintem mindenkit foglalkoztat. Az egyik az anyagi helyzet, a másik pedig a háború. Az anyagi helyzetre nem tudok túl sok jót mondani. Tehát a gazdasági válság folytatódni fog, sőt egyre inkább gyűrűzni fog, tehát egyre nehezebb dolgunk lesz. Talán, ami egy kicsit fény az éjszakában, vagy hát mutatja az alagút végét, hogy nyúl év van, és a nyúl az rettentő jól tud spórolni, nagyon jól tudja félretenni a pénzt, nagyon jól tud gondolkozni azon, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem, és mi az, amire ki kell adni a pénzt, mi az, amire nem. Úgyhogy ugyan nehezebb évünk lesz gazdaságilag, de szerencsére kapunk egy jó kis segítő nyúlat. Na most nézzük a háborút, hát ott se tudok túl sok jót mondani, ugyanis a háború az nem fog befejeződni 2023-ban, vagy maximum a vége felé. Egyelőre inkább fokozódni fog, mert ugyan a nyúl az egy sokkal békésebb állat, mint a tigris, mégis olyan, hogyha valaki bántja őt, vagy bántja a szeretteit, akkor bármire képes, és az utolsó véréig harcol. Tehát most inkább egy olyan időszak következik, amikor föllángolnak a harcok, és inkább tűzesebb harcok lesznek, keményebb harcok lesznek, és emiatt egy több bombázás, több lődözés várható. Aztán talán ez évvégére csillapodik. Megnéztem azt is, hogyha összehasonlítom Putyin és Zelenszkij képletét, akkor ők hogyan jönnek ki a dologból. Ugye nagyon érdekes, mert hogy eléggé sok kapcsolat van egymás között, vagy köztük, ugyanis például Zelenszkij az a segítő állatjegye van, Zelenszkijnek segítő állatjegye van, ami Putyinnál segítő állatjegy, tehát elvileg ő segít neki. Mindenképpen azt lehet mondani, hogyha összehasonlítom a képleteket az év képletével, akkor abból Zelenszkij kerül ki győztesen. Főképp a munkaoszlopa, ahol neki egy sokkal nyugodalmasabb, sokkal békésebb bivaja van, és a bivaj az egyik legsikeresebb jegy lesz jövőre. Ezzel szemben Putyinnak a munkaosztopában egy kakas van, és a kakasnak pont a munkarész az jövőre elég sok nehézséget okozhat, akár még munkahelyváltást is, vagy hát azt, hogy akár megszűnik a munkahelye, megszűnik a pozíciója. Úgyhogy mindenképpen munka szempontjából nehezebb lesz. Ezen kívül Putyinnak van olyan a képletében, kettő sárkánya is van, és a sárkányoknak ugyan nem lesz olyan rossz évük, viszont pereskedés várható, és az igazsággal való harcolás, úgyhogy ott is azért nehézség lehet. Zelenszkijnél pedig az látszik, hogy fürdőzik a sikerben, és az elismertségben, és ez egy kicsit a fejébe fog szállni, és emiatt kerülhet nehézségbe, hogy ebből magánéleti gondjai lehetnek. Hát meglátjuk, mi lesz.